Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elkezdjük a mai webináriumunkat, melynek témája a podcast az online marketingben. Én Juhász György vagyok, a Grow Digital tartalom marketing menedzsere, és úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan téma, a podcast, ami nem illik ez a hagyományos prezentációs formátumhoz, úgyhogy inkább egy beszélgetős kerekasztal jelleget adunk ennek a mai eseménynek. Úgyhogy éppen ezért vendégeket is hívtam, és szeretném is őket bemutatni. Először is vendégünk Póri Ferenc, a Fiverr.com ügyvezetője, podcasterek, ugye a Meti Heteor és a Csúnya Rossz Majom podcastokból is ismert lehet. Sándorfi Adrián, a Business Voice podcast egyik készítője, és jelenleg az a kellemetlen helyzet, amely technikai nehézségekkel küzdünk, ugyanis vendégünk lenne még Román Balázs, az IAB Hungary audio munkacsoportjának vezetője, de valamiért nem sikerül csatlakozni az eseményhez technikai okokból. Továbbra is próbálkozunk azzal, hogy Balázs is tudjon csatlakozni az eseményhez, úgyhogy reméljük, hogy ez sikerülni fog neki rövid időn belül, de mivel ugye most 2 órára meghirdettük ezt az eseményt, úgyhogy mindenképpen szeretnénk elkezdeni. Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, nagyon röviden szeretném bemutatni a Grow Digitalt azoknak, akik esetleg nem ismernek minket. Mi ugye egy eredményfókuszú full service digitális marketing ügynökség vagyunk. Korábban ugye a performance marketing területéről indultunk, de ma már ehhez képest számos más szolgáltatást is nyújtunk, közösségi médiától kezdve tartalom marketingen át az e-mail marketingig. Alapvetően eredményfókuszáltak vagyunk, kitűzött eredményeket szeretünk elérni közösen az ügyfeleinkkel, és ebben vagyunk jók, nagyon jó növekedéseket szoktunk produkálni év-év összehasonlításban. Néhány partner, akivel tartalomfronton dolgozunk, mivel regionálisan működünk, a környező országban is vannak kollégáink, akik abszolút beszélik a helyi nyelvet és ismerik a helyi piacot is, több nyelven is tudunk teljes értékű szolgáltatást nyújtani, tartalmat például magyarul, angolul is gyártunk, de gyártottunk már szlovénül, szlovákul, románul is, hogy csak néhányat említsek. És akkor nézzük, hogy miről is lesz most szó. Hát ugye elsősorban a IAB Hungary-nek az audio munkacsoportjáról szerettem volna beszélni, de akkor ezzel várni fogunk, hogyha Balázsnak sikerül később csatlakoznia. A másik témakör ugye a piacnak a általános helyzete, hogy hol tart most a podcast, akár nemzetközi, akár hazai trendeket vizsgálva, és ezután pedig elmennénk operatív irányba, tehát hogyha valaki most érdeklődik a podcast iránt, hogy az online marketingben online marketing csatornaként szeretné használni, akkor milyen lehetőségei vannak és miket tud tenni. Azt tervezzük, hogy a végén lehetőség lesz kérdésekre és válaszokra is, és egy kisebb meglepetéssel is készültünk. Egy pillanatra lassítok, mert megpróbálunk egyet kattintani, mivel hátra sikerül Balázs behoznunk. Még reménykedünk. Hát úgy néz ki, hogy sajnos erről le kell mondanunk. Jó, hát akkor viszont azt javaslom, hogy vágjunk bele a beszélgetésbe, és akkor első körben azt szeretném kérni a résztvevőktől, hogy ők ugye ismert személyiségek a podcast szénában, de nem feltétlenül mindenki ismeri őket, úgyhogy szeretném megkérni őket, hogy pár szót mondjanak magukról, hogy hogyan találkoztak először a podcast műfajjal, hogyan vágtak bele, és azóta milyen utat jártak be ezen a területen, és akkor Ferit kérném először, hogy meséljen erről egy kicsit. Biztos azért, mert én vagyok az idősebb, és régebb óta van ez az egész podcast. Sziasztok, Póli Ferenc vagyok. Újságíró is voltam sokat, meg tartalomgyártás, média, programming, ilyesmi körül motoszkáltam.
az alapítói között lehettem az Origo nevű régi portálnak 1999-ben, meg aztán a vs.hu nevű másik portálnak sokkal később. Mint tudjuk, mind a kettő portál azóta sokat változott az alapításhoz képest, illetve a VS most már meg is szűnt. Szóval, hogy ezeken a területeken dolgoztam, illetve újságíróként még itt-ott például a Magyar Narancsban az ősidőkben, de igazándiból most már sok éve digitális produkttal foglalkozom, digitális product managementtel, startupoknak segítek, illetve most éppen startupot vezetek, fiverrs.com az ő neve, illetve podcastolok, most már épp azt néztem, hogy 8-9 éve körülbelül úgy kezdődött, hogy ha már kérdezte Gyuri, hogy nagyon-nagyon régen volt egy Angel Day nevű, vagy Angel Day Betze nevű fiatalember, aki egyébként az egyik első magyar blogot, a plastic.hu-t vezette, és ő gondolta úgy, hogy podcastot kéne indítania, és ezt FB2-vel, haverjával tették, a Heti Meteort indították el. Én azt hallgattam először, így kaptam kedvet ahhoz, hogy aztán, amikor a ikerlányaim már pár évesek voltak, akkor, és nagyon nehéz volt minden, akkor indítottunk egy szülőértekezlet című podcastot egy másik párral, és arról beszélgettünk hétről hétre, hogy hú, de kemény. És aztán később elindítottuk a Meti Heteort, ami a Heti Meteornak egy ilyen szellemi örököse volt, és folytatása, ez most már 5 éve, és 313 adása megy, illetve egy évvel ezelőtt pedig elindítottuk a csúnyarosszmajon.hu címen megnézhető csúnyarosszmajon podcastot, ami meg egy ilyen három másik podcast egy-egy hostjának a közös projektje. Ezek azért elsősorban hobbi projektek, tehát én hobbi irányból vagyok talán ebben benne, bár mostanában az utóbbi években szoktam workshopokat tartani újságíróknak arról, hogy hogyan is érdemes podcastolásnak nekivágni. Nagyon köszönöm. Adrián, nálad hogyan kezdődött ez a dolog? Én rövidebb ideje vagyok ebben a szakmában, és műkedvelőként találkoztam először a podcast műfajával, és engem a kedves barátom, egyébként a kedvenc podcasterem, Mester Tomi hívott meg abba, hogy miért nem csinálunk együtt egy közös podcastet, ha már úgyis mondjuk két havonta leszoktunk ülni egy sörre, és hárman a Virág Attilával átbeszéljük azt, hogy kinek hol tart a vállalkozása, miért ne tehetnénk ezt meg egyébként közönség füle hallatára is. Azt hiszem, a podcast azért jött belőlem, mert egy sokkal bensőségesebb, underground jellegű, és egyébként technikai felkészültségünknek megfelelő formátum volt ahhoz, hogy elkezdjük ezt csinálni, és Business Boys néven indítottuk el ezt a podcastet talán 2,5 éve, úgyhogy nekem minden datálódik a podcastekkel való szerelmem, kapcsolatom és bármilyen fajta szakértelmem, ami egyébként azóta elég töretlenül fejlődik odáig, hogy most már podcasters.hu néven én ezt egy kis csapattal más cégeknek is gyártunk podcasteket. Ez egy ilyen B2B gyártási folyamat, tehát hogy megkeresnek minket cégek, és a teljes koncepciót összerakjuk, egészen műsorvezetőt castingolunk, és a teljes folyamatot vágással, utómunkával együtt levezényeljük. De elsősorban nyilván itt a Business Boys a zászlós hajónk, és most azért már elég büszkék vagyunk, mert hogy egyrészt 2,5 éve tart, és nem untuk meg, és két hétről két hétre jövünk adásokkal, de mi azért még messze el vagyunk maradva a Ferieknek a számaitól, mi ilyen 70 adás, 70-80 adás környékén járunk, de azt kell mondjam, hogy szerintem elég sok olyan podcast indul el mostanában, amit így valamilyen módon inspiráltunk, vagy támogattunk, akár tanácsodóként, segítőként, vagy egyszerűen csak azért, mert hogy elkezdtük mi magunk is ezt csinálni, úgyhogy hát így ez a rövid sztori, hogyha a podcast oldalról nézzük az én életemet. Nagyon szépen köszönöm, és akkor föl is tennénk az első kérdést a hallgatóságnak, amiben az iránt szeretnénk érdeklődni, hogy milyen gyakran hallgatnak podcastot, és akkor nyilván hagyunk egy kis időt arra, hogy válaszoljanak. Ugye három lehetőség van rendszeresen alkalmanként soha. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen webinár hallgatói között a soha az elég kis arányt fog képviselni, de ugye a korrektség kedvére oda kellett tenni. Úgyhogy akkor várunk egy kicsit az eredményre. Amúgy el tudom képzelni, hogy a soha az abszolút egy létező helyzet. Vannak, akik érdeklődnek a podcast, mint lehetőség iránt, mint műfaj iránt, de nem úgy, nem abból a
az aspektusból, hogy fogyasztják is, hanem tudják, abszolút, hogy ez egy feltörekvő műfaj. Úgyhogy én nem lennék meglepődve, ha soha is szerepelne a válaszok között. Azt látjuk, hogy a részvevők 63%-a szavazott, és ugye eléggé fejfej mellett van. Az alkalmanként győzött 32%, a részvevők 32%-a, illetve a rendszeresen pedig 29%. És a soha az 3%. Most nyilván a teljes hallgatóságra vonatkoztatja, azért nem 100% jelenik meg itt összegként. Ezt nem kérdeztük meg, hogy a mi podcastjainkat hányan hallgatják. Igen. Mennyi a Business Boys hallgató? Mennyi a Matti Eteor hallgató? Jó, csak ezt nem fogok. Az etöndík között, a részvevők között, úgyhogy sok olyan név van, akit látunk a zárt csoportunkban is rendszeresen. Őket ezúttal is köszöntöm. Szuper. Mit láttok, hogy hogyan alakultak az elmúlt évek podcast trendjei a világban? Nekem van egy olyan érzésem, hogy mintha Magyarországon egy ilyen fordulópontnál járnánk. Tehát ugye Feri mondtad, hogy a lelkes amatőr világból indul ez a dolog, de nyilván eljut valamikor az üzleti világba, és hogy ahogy említettem, hogy az IAB-nál is most alakult például Magyarországon egy audio munkacsoport, szerintem ez nem véletlen, ki fognak adni hamarosan egy audio egyszer egyet, amilyen alapvető fogalmakat definiál, illetve piaci infókat foglal össze. Tehát úgy érzem, hogy van egy ilyen fordulópont, hogy ezt ti is így látjátok-e, és hogy ez vajon minek köszönhető, vagy hogy hol tart egyáltalán most Magyarországon ez az ív, vagy hol tart külföldön. Adrián, esetleg, hogyha kezdenéd. Én azt is éreztem egyébként, hogy talán azért Magyarországon elindulhatott ez a dolog akkor, amikor a Feriék elkezdték, és azért ennek tényleg megvolt már ez akár 10 éves, 8-10 éves felfutása, vagy elindulása, de valahogy azt érzem, hogy ez az elmúlt 1-2 évben kezd berobbanni, aminek mi nyilván ilyen haszonjelvezői vagyunk, de én azt látom, hogy ez az időszak, amióta a mi számaink, hallgatottsági számaink meredeken kezdenek felfelé menni, rengeteget találkozunk ezzel a témával, webináriumokon, akár bármilyen más médiumban, és azon is látom, hogy most már ez a gyártó bizniszünk az, amiről meséltem, mert ilyen szinte naponta esik be olyan megkeresés, vagy hetente több olyan megkeresés esik be, hogy podcastet szeretnének indítani, és nekem ez az egyik ilyen fő metrika ebből a szempontból, ami ezt mutatja, hogy ez miért pont most van, az arra én sem nagyon tudom egyébként a választ, lehet, hogy majd a Feri tud segíteni, hogy történt-e valami az elmúlt 1-2 évben, ami így valahogy átütötte ezt a falat, de én azért nagyon aktívan figyelem az amerikai, meg a nemzetközi piacot, hogy milyen podcastek születnek, és ott látom azt, hogy nagyon, nagyon telített most már például az amerikai piac, iszonyatos számokat produkálnak, és lehet, hogy egész egyszerűen az a minden trendre jellemző hatás érvényesül, hogy mondjuk 5 év alatt átgyűrűzik minden hozzánk is, ami Amerikában már a csúcson van, úgyhogy simán lehet, hogy egyszerűen erről van szó, de lehet, hogy más szociológiai oldala is vannak. Én egyelőre ezeket látom. Én azt hiszem, hogy ez így van. Én is azt gondolom, hogy fordulópontnál vagyunk Magyarországon, de például az USA-ban most már nagyon régen nem vagyunk semmiféle fordulópontnál, csak egy adatot mondok, az amerikai háztartások 50%-ában rendszeres podcast hallgatás történik. 50% minden második 60 millió amerikai otthonban rendszeresen hallgatnak podcastot, és a 10 leghallgatottabb podcast az USA-ban, abból azt hiszem 7 talán az, amit a Nemzeti Közrádió, az NPR gyárt. Tehát ott egy nagyon más utat is járt be a podcast, ott ha úgy tetszik, akkor szövetségi vagy állami szinten tettek bele iszonyú sok pénzt abba, hogy ez a médium létrejöjjön. Ugye itt akár Kelet-Európát, akár Magyarországot nézzük, itt nagyon nem ez a helyzet. Sőt, mi több, a hagyományos médiumok az egészen az utóbbi időkig nem fedezték fel maguknak ezt a területet. De az tény, hogy az elmúlt 2 évben számos online médium indított podcastokat, és egyébként meg azt gondolom, hogy ha valamiféle fordulat történt, az egyszerűen attól van, hogy az az első 100-200, mondjuk 100-150 podcast, ami az elmúlt 8-10 évben indult, az elért egy akkora tömeget, amitől ez már átgyűrűzött a médiával valamilyen módon kapcsolódó döntéshozók fejébe is, és habár nem föntről lefelé, de
egyrészt megjelentek benne először a médiumok, tehát a portálok, ha úgy tetszik, régi szóval, a tartalomgyártók, vagy a tartalomtömegszolgáltatók. Aztán utána megjelent egy következő lépcsőfokon a youtuberek. Nagyon fontos pillanat volt szerintem, amikor Nánási Pál és Ördög Nóra, azt hiszem tavaly 2019-ben elindították a podcastjukat. Nem ért meg sok adást, és nem ért meg sok hallgatót sem. De az volt az a pillanat, amikor két nagyon ismert celebpár, aki megkezdte a transformációt a hagyományos médiából, az online médiába átültek lényegében YouTube-ra, azok megjelentek a podcastban is. Ezzel párhuzamosan azért, mit tudom, egy Puzsér Robertet mondok még, aki szintén megjelent ott abban a térben. Erre ugrottak rá a cégek, és ma egyébként, hogy tényleg megjelöljük ezt a pontot, mint történelmi pontot, ezt a 2020-as évet, olyan youtuberek, magyar youtuberek kezdtek el podcastot is gyártani, mint például Viszkok Fruzsi, a legnézettebb magyar podcaster csaj, illetve Hédinke, Barni és Henry Kettner indítottak podcastot, Végdóri, hogy most akiket itt tudok hirtelen, azok jutottak eszembe, szóval olyan tartalomgyártók indítottak podcastot, akik eddig a YouTube-on elértek mondjuk ilyen félmilliós nagyságrendben embereket, tehát olyan elérésük van, amiről egyetlen hagyományos sajtótermék sem álmodhat Magyarországon, eltekintve a tévéktől, meg a legnagyobb portáloktól. Még egy gondolatot ezt hagy egészítsem ki, azon túl, hogy maximálisan egyetértek Feri gondolataival, hogy van, ami nagyon fontos még, hogy a különböző platformok, lejátszási platformok ugyanúgy versengenek azért, hogy több podcastet hozzanak be, gondolok itt mondjuk például a Spotify-ra, akik ugye ők az amerikai mintából indulnak ki, és ott azt látják, hogy nekik egyszerűen a túlélésnek az áloga az, hogy lefölözzék ezt a piacot, és láthatjuk, hogyha megnyitjuk a Spotify appot, talán egy vagy két évvel ezelőtt került be igazán kiemelt helyre a podcastek, a podcast az app alkalmazáson belül. A ajánlott tartalmak közé rendszeresen már egyre magasabbra pozícionálja a podcasteket a Spotify, ami egyébként a legtöbb lejátszásnak az otthona, mondjuk Magyarországon mindenképpen, és ezáltal egyszerűen belebotlottak szerintem nagyon sokan ebbe a formátumba. Elég komoly toplisták vannak, keresési lehetőségek vannak ezekben a platformokban, és mindenki megtalálja azt, ami egy téma őt érdekli, és így gyakorlatilag rátaláltak egy olyan alternatív univerzumra, amire mondjuk már a blogok, vagy sokszor a hírportálok, vagy akár még a YouTube sem képes jelenleg, hogy azt a fajta tudást, tartalmat, vagy szórakoztató formátumot átadja. Így oda kerültünk, hogy tud a podcast piac egy alternatív tartalomgyártást, illetve tartalmi szórakoztatást nyújtani, amit meg ezek a platformok gőzerővel támogatnak, mert nekik is meg kell nyerni ezt a versenyt. És akkor gondoltunk például a Joe Rogannek a példájára, aki hát nem is tudom most pontosan, hogy 20 vagy 200 millió dollárért, de exkluzív módon leszerződött a Spotify-jal, hogy az ő nagyon-nagyon hallgatott podcastja az csak ott legyen elérhető, és ebből szerintem még rengeteg példa fog következni a következő hónapokban, években, hogy elköteleződnek podcasterek egyes felületek mellett, így ez csak be fogja húzni a további hallgatókat is. Bocsánat, Szakert. Oké. Tudunk-e számokat a magyar piacról bármilyen paraméter mentén, akár hogy hány podcast van, vagy elérésben, bármiben, létezik-e olyan statisztika adat, ami közkézen forog, vagy elfogadott a piacon? Szerintem igen. Nem. Nagyon jó. Akkor én is megtudom végre a számokat. Halljuk, Adrián. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Hampuk Ricsivel meg a Román Balázsral már nem egyszer ülhettem egy digitális asztalhoz, hogy ezekről beszélgessünk, és ők mindig nagyon jó számokat hoznak. Ugye azért emlékezzünk meg arról, hogy ők csináltak egy nagyon jó kutatást, vagy egy kutatást arról, hogy kik hogyan hallgatnak podcasteket, de tőlük tanultam azt, hogy körülbelül ilyen 100-150 ezer hallgató lehet most ebben a térben.
így azért, akik aktívan és rendszeresen hallgatnak podcasteket, ehhez képest nekem mondjuk az általunk menedzser többi podcastnek a száma van meg, mert hogy egyébként, ha jól látom, vagy jól tudom, ezek annyira nem publikus adatok, én azt el tudom mondani, hogy a BB-t, a Business Boys-t olyan havonta olyan 20 000 lejátszással működtetjük jelenleg, ami nem a feltétlenül az új adások megjelenését jelenti, hogy az, hogy 20 000 egyedi hallgató lenne ott a BB mögött, hanem a lejátszott adások, vagy az adásokba való belehallgatást jelenti. Én mindig azt mondom, hogy ilyen 5 és 10 ezer között van azoknak a hallgatóknak a száma, akik valamilyen módon, de rendszeresen belehallgatnak a mi adásainkba, és akkor még emellé tudom hozzátenni azt a számot, amit a Balázsék szoktak mondani, tehát mi valószínűleg talán így elérjük a mondjuk a tizedét annak, ami most éppen a piacon bent van, de szerintem egy év múlva teljesen más lesz ez a szám. Igen, ugye nincs egy olyan fajta közönségmérés, mint akármelyik másik médiumnál, tehát azért ezt le kell szögezni, hogy ezek a számok, ezek, hát én becslésnek mondanám, van mögötte valami fajta kutatás persze, de ez egyébként én is azt gondolom, hogy ez egy jó szám, ez a 100-150 ezer, ez egy hihető szám. Az tényleg majd egy nagy kérdés, hogy amikor Viszkok Fruzsi 500 000 feliratkozója, azt hiszem, az így tudomás szerez arról, hogy podcastot indított, és néhány hasonló aktor, hasonló nagyságrendű követője bezúdul erre a piacra, akkor mi történik? Én is azt gondolom, hogy pár év múlva, vagy pár hónap múlva akár magasabbak lesznek sokkal ezek a számok. Ugyanakkor, szóval azért azt igazán mondhatjuk, hogy ami most van ma pillanatnyilag Magyarországon, általában az ilyen pár ezres hallgatottsággal bíró podcastok azok, akik nagynak számítanak, és az elmúlt mondjuk, hogy egy évben megjelent néhány olyan szereplő, amelyek közül Román Balázsék Beaton stúdiója az egyik olyan, ami miatt kár, hogy nincs itt a Balázs, mert hogy ők azok, akik először kezdtek nagyon komolyan hinni abban, hogy ezt üzleti alapon is lehet csinálni, ami mondjuk, hogy egy nullával több hallgatót ér el. Szóval, hogy valahol ott vagyunk most podcastokként, ahol a kisebb, nem, mondjuk a közepes magazinok, print heti lapok, kisebb online tartalomszolgáltatók. Ugye az a nagy különbség, hogy amíg mondjuk egy print heti lapot készít 40 ember, és az elkészítés költsége, nem, mondjuk úgy, hogy az éves előállítás költsége valahol a 100-200 millió forintos nagyságrendben van, addig ezeket a podcastokat mondjuk akár Adriánékét, akár az miénket 2-3 ember készíti, hát lényegében szemmel nem látható méretű befektetés mellett. Tehát ha fajlagosan mondjuk a befektetett költségre jutó hallgató számot nézzük, akkor a podcastok irgalmatlan nagyon nagy eléréssel rendelkeznek. Világos. Fel is tennénk a második kérdésünket ebből az alkalomból a hallgatóságnak, mégpedig arról, hogy ő kihány csatornát hallgat podcastban. Itt szerényre vettük a számokat, 1-2 az egyik lehetőség, 3-6 a másik, és van egy több opció is. Azoknak, én is szavazhatok? Akik... Nem. Ja, de én is szavazhatok. Szerintem nincs akadálya. Szavaztam, de jó. Köszönjük. Én is szavaztam, de nem mondom meg mit. Hát itt csak agregált figyelj, számok. Ha nem a többet írtad, akkor azért nagyon csalódott lennék. Csak agregált számok jelennek meg abszolút a GDPR-nak megfelelően, tehát nem fogjuk tudni, hogy ki mit mondott, és meg is vagyunk. 65% a szavazók száma, aránya, ugye hasonlóan az előzőhöz. És itt érdekes módon az 1-2 győzött, viszont a több lett a második egészen szoros versenyben. Úgyhogy ez egy elég jó eredmény, és a 360 az utolsó helyen. Hogyha a teljes hallgatóság körében nézzük, akkor az 1-2-re 26%, a többre 22%, és a 3-6-ra pedig 20% szavazott, ami egy eléggé arányos egyenlő eloszlást mutat. A hallgatóságról
most nyilván akkor egy összefügg ugye az előző válaszsal, hogy milyen adatokat tudunk, vagy milyen adatokat nem, hogy a hallgatóságról lehet-e valamit tudni. Én azt olvastam a IAB még meg nem jelent, de hamarosan megjelenő audio egyszer egyében, hogy készült már két felmérés, bár ez nem volt egyik sem reprezentatív, és ebből azért olyan eltolódások mutatkoztak, ami azért az internetnek a korai időszakára jellemző, tehát hogy például inkább városi, inkább férfi, inkább magasabb végzettségű. Ti mit tudtok erről, van erről bármi információtok? Igen. Nem tudom, hogy ez az IAB audio egyszer egy által hivatkozott két felmérés egyezik-e azzal, amit még a podcastok korai közössége csinált pár évvel ezelőtt, legutóbbi talán 2018-ban csináltuk, ahol a saját hallgatóinkat kérdeztük meg, hogy hogyan hallgatnak podcastot. Ha igen, akkor arról mindent tudok, azt egyébként valóban nem volt reprezentatív, de egyébként számszerűségében tök jó minta volt, több ezeren válaszoltak, és abból valóban az derült ki, hogy messze dominálja a hallgatóságot a 30 alatti férfi városból, és van sok külföldi hallgatója is a podcastoknak, és ami viszont mondjuk, hogy izgalmas volt, hogy kiderült az, hogy milyen hallgatási vagy fogyasztási helyzetekben hallgatnak podcastot. És ez egy, hát egyébként azért izgalmas dolog, mert ugye a podcast ebben az egyben, nem ebben az egyben, több dologban is versenyképes a többi médiához képest, de abban mindenképpen, hogy podcastot olyankor hallgatnak az emberek, amikor semmi más médiát nem tudnak fogyasztani. Nem tudnak se olvasni, se videót nézni. Autóvezetés közben, közlekedés közben, főzés, fűnyírás, edzés, futás, tehát azokban a helyzetekben érhetjük el ott a tartalomfogyasztókat, ami ez semmilyen más média nem fér hozzá, persze eltekintve a hagyományos földi sugárzású rádióadásoktól, de arra én csak rángatom a vállamat. Mi pedig így, alapvetően így én ezt annyival egészteném ki azzal, hogy teljesen egyetértek, meg mi is ezeket látjuk, hogy én azért azt gondolom, hogy ez a késő tizenévesek, kora huszonévesek is most csatlakoznak be, de hogy én egyre többet látom azt, hogy 20-19-21 éves srácok hallgatnak minket, vagy kezdik el a saját podcastjaikat is készíteni, és szerintem ez szépen megjelenik, illetve ami nagyon jó a podcastekben, hogy az adás műfaja, kategóriája az elég jól differenciálja azt, hogy kik hallgatják és milyen érdeklődési körrel, és egy csatorna alapvetően jól meg tudja határozni azt, hogy milyen korú, milyen célközönségnek, milyen érdeklődési célközönségnek szól egy műsor, és ebben azért nagyon nagy potenciál van még, akár egyébként hirdetői, meg marketing szempontból is. Elég szépen be lehet most már kategorizálni azt, hogy egy podcastet milyen jellegű, milyen demográfia jellegű, milyen érdeklődési körű emberek hallgatnak, és ez, ahogy mondtam, szerintem itt nyílik az olló, egyre fiatalabbak is jönnek be, és látom azt is, hogy jönnek be nem Budapestről is, bár az elmúlt egy-két évben én azért főleg Budapest fókuszt láttam ebben, és az is teljesen igaz, hogy külföldön is nagyon sokan hallgatnak vissza a magyar podcasteket, és szinte most már a világ minden pontjáról jönnek hallgatóink a mi adásainkra, amiket mi menedzselünk, úgyhogy ez egy nagyon széles körű dologgá kezd alakulni. Még egy fontos dolgot szeretnék elmondani, vagy jutott inkább eszembe, úgy mondom. A YouTube-on ugye azt figyelhetjük meg, hogy azok a YouTube csatornák, amik az egészen fiatal, tehát a mondjuk a 25 vagy 28 alatti korosztálynak készülnek, azok egy nagyságrenddel nagyobb hallgatottsággal vagy nézettséggel rendelkeznek, mint azok, akik mondjuk, hogy a középkorúaknak, vagy inkább két nagyságrenddel is olykor. A podcastoknál ez nem feltétlenül van így, tehát egy podcast sok esetben sokkal könnyebben el tudja érni az idősebb korosztályt, ami ugye azért is érdekes, mert az idősebb korosztály az egy kereskedelmi értelemben izgalmasabb korosztály, úgyhogy ilyen szempontból akár egy jobb médium is, vagy jobb médiumnak is lehet gondolni a podcastot. Ha 30 pluszt akarsz elérni
a YouTube-on, akkor vakarhatod a fejedet. Podcastoknál ez egyáltalán nincs így. A formátumokról kérdeznék a következőben, hogy minden podcast az podcast, vagy pedig ezen belül azért megkülönböztetünk bizonyos stílusokat, formátumokat, és hogy ez akár nemzetközi, akár magyar piacon mennyire jellemző. Szerintem nagyon szélesedik az a formátum, vagy a formátumok lehetősége, ami begyűrűzik egyáltalán a podcastbe, vagy inkább úgy mondom, hogy a magyar podcastek területére. Ugye indultunk onnan, hogy két ember beszélget, három ember beszélget, egymással beszélgetnek. Ez is működik, és szerintem egyébként ez nagyon-nagyon-nagyon sokáig fog még jól működni, viszont egyre profibbá válnak a műsorkészítők, rákényszerülnek arra, hogy profibb felépítést hozzanak be az adásokba, ami meg fog jelenni abban, hogy rovatok tudnak megszületni adásokban, különböző olyan blokkok, amik tudatosan tervezve vannak. Megjelenik az, hogy interaktív módon bevonják a hallgatókat, akár úgy, hogy live formátumban rögzítik az adásokat, ennek is külön blokja tud megjelenni. De amúgy emellett látom azt, és mi is készítettünk ilyen adást, ami szinte felér egy híradóval, olyat, ami történetmesélésről szól, és akkor azt hiszem, hogy itt megint mondhatjuk a Beatonékat, akik most már ilyen konkrétan van olyan műsoruk, ami hangjáték, vagy ez a régi hangos játék formátumhoz vezet vissza. Ez Amerikában egy borzalmasan izgalmas és működő storytelling irányzat, ahol akár horrorfilmeket, romantikus műsorokat hangformátumban készítenek el, sokszor több szereplős profi stúdióban felvett szinkron színészekkel. Tehát gyakorlatilag ez a hangos formában lévő szórakoztatásnak minden olyan eleme megjelenik, amit eddig mondjuk csak vizuális formában láttunk, és ez kúszik be szépen, és akkor nyilván vannak még az ilyen standardebb rádiós formátumok is, és szerintem ezek mosódnak szépen össze. Ha már a Balázs nem lehet itt, akkor legyünk olyan jó fejek, hogy mondjuk is el, hogy ez a Kortárs Felbeszélések című podcast, amiről Adrián beszélt az előbb, ahol a Radnóti színészei olvasnak fel kortárs magyar novellákat, és tényleg nagyon jó, én is nagyon szeretem, és végre tényleg megjelent a fikciós tartalom is a podcastoknak, ezt a Beaton Studio-nak köszönhetjük. Amit viszont még el akartam mondani a formátumokkal kapcsolatban, hogy van megint csak egy ilyen nagyon fontos különbség. A legtöbb médium, egyébként a kereskedelmi médiumok is rendszeresen azt állítják, azt próbálják elhitetni velünk, hogy a long form, a hosszú tartalom, amire időt kell szánni, hogy az nem él meg. Kereskedelmi médiumok nem próbálkoznak hosszú tartalommal, eltekintve a kereskedelmi tévék 3,5 órában előadott 15 percet érő, mondjuk vetélkedőivel. Na, ehhez képest a podcast az viszont a mai napig vadul bizonyítja, hogy a másfél órás, két órás, két és fél órás podcastok, amik mondjuk ilyen nagy beszélgetések, azokat nagyon sokan hallgatják. És egyébként azt gondolom, hogy ez egy trendet jelez, amennyiben van egy egyre jelentősebb tartalomfogyasztó réteg, aki kifejezetten igényli az ilyen mívesebb, alaposabb, hosszabb tartalmat, de nem kapja meg, mert a kereskedelmi médiák valamiért a mai napig úgy gondolják, hogy az egy nagyon kockázatos vállalkozás. Podcastban ugye, mivel nem kell olyan sokba megcsinálni, ezért meg lehet ezzel próbálkozni, és a visszajelzések fényesek. Akármilyen felmérést csináltunk eddig, és kérdeztük meg a hallgatóinkat, hogy mennyi a túl hosszú. Mindig azt kaptuk vissza, hogy nincs túl hosszú. Lehet két és fél óra egy podcast. Egyáltalán nem kell beleragadni egy fél órás, egy kereskedelmi fél órába. Meg tudom erősíteni, mert ha nézem a statisztikáinkat, és akkor kicsit vissza így a számokhoz, ami egy nagyon fontos dolog, hogy meddig tudja megtartani egy műsor a hallgatóját. És azt szinte minden adásunknál, vagy minden általunk menedzsert podcastnál látom, hogy az első 10-20 másodperc nél ott elveszítünk rögtön 20%-ot a hallgatókból, mert mindenki csak belehallgat, hogy mi lesz ebben a téma, ki szólal meg, esetleg van-e valami trailer az elején, ami így segít abban, hogy eldöntse, hogy őt az érdekli-e. Majd a mi esetünkben, amire én nagyon büszke vagyok, az, aki ott maradt az első, nem tudom, egy perc után, 70-80%-ot végig is hallgatja az adásainkat. Legyen szó akár egy 20 perces részről, akár egy két órás adásról, ahogy a Feri elmondta.
Javaslom, hogy akkor térjünk át a harmadik blokkra, ami a podcast marketing csatornaként történő használatáról szólna, és akkor a harmadik és utolsó kérdésünket is feltennénk a közönségnek, hogy érdekli-e a hallgatóságot a podcast marketing csatornaként. Itt az igen, nem és talán opciókat gondoltuk felkínálni az egyszerűség kedvéért. Úgy értitek, talán az az igen, nem? Ezt úgy értitek, hogy a saját marketing tevékenységéhez felhasználnák el a podcastet, ha jól értem, ugye? Igen. És itt is nyilván hagyunk némi időt a válaszra. Na nézzük. Kicsit kevesebben szavaztak, 51%. És hát túlnyomó többség igennel szavazott. Én azért sejtettem, hogy itt az érdeklődés meg lesz. A teljes közönségnek a 36%-a mondta az igent. Sőt, ha a talánt is igennek veszük, akkor még 14%-ot ehhez hozzáadhatunk, és ha nem az csak 4%. Ami három ember, és abból én voltam az egyik, és én se gondoltam teljesen komolyan. Akkor pláne. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy beszéljünk egy kicsit akkor erről az irányról, hogyha valaki ugye nem podcast készítő, terjesztő, hanem kifejezetten ő szeretne itt ezzel elérést, akár hirdetőként, szponzorként szeretne megjelenni, akár azt gondolja, hogy a tartalom marketingje ezzel támogatható, akkor neki milyen lehetőségei vannak ma reálisan Magyarországon? Lehet-e ezzel már marketing csatornaként foglalkozni? Hát én akkor kezdem én, hogy nekem több olyan pozitív példám van, ami bizonyítja, hogy lehet, igen. Az más kérdés, hogy akarjuk-e, hogy ez így legyen. Itt a Ferivel egy kellemes kis beszélgetést tartottunk az adás előtt, hogy szponzoráció mellett vagy ellen vagyunk-e, és azért nem állunk ugyanazon az állásponton, úgyhogy majd széthúzzuk egy kicsit a pólusokat, de hogy nekem például személyes tapasztalatom, hogy én egy komplett üzleti tanácsadás bizniszt építettem fel a saját esetemben, szinte csak a saját podcastünkre építkezve, és egyre többet látom azt, hogy egy annyira hiteles és a személyiséget jól megmutató formátum ez, ahol egy szakértői imidzset, egy szakértői tudást nagyon jól át lehet adni szórakoztató formában, hogy annak, aki mondjuk valamilyen módon emberekkel dolgozik, coach, tanácsadó, orvos, pszichológus, bármi, szerintem ez az egyik legjobb formátum arra, hogy kommunikáljon a hallgatóival, és ezzel együtt így egy marketing csatornaként is használja azt. És akkor látom ennek, erről is nyilván nagyon sokat lehetne beszélgetni, látom ennek még egy olyan oldalát, amikor cégek saját maguknak marketing csatornaként nyitják ki a podcasteknek a lehetőségét, és akkor itt már megjelenik a szponzoráció, vagy megjelenik a saját gyártott tartalomnak az esete. Mind a kettőre vannak jó és rossz példák is szerintem. Mi alapvetően azzal is foglalkozunk, hogy cégeknek gyártunk, és ott például pont arra megyünk rá, hogy ne az legyen, hogy a cég így saját magát isteníti egy adásban, hogy mennyire jók vagyunk, hiszen egyszerűen itt farkas törvények vannak, hogyha úgy vesszük, mert hogy a hallgató nem fogja azt hallgatni, ami egy nem szórakoztató, nem érdekes, nem tanulságos, edukatív tartalom, ami nem szólaltat meg izgalmas embereket, úgyhogy az szerintem minden olyan műsor halálra van ítélve, ami egy ilyen olyan értelemben lesz marketing csatorna, hogy a hallgató 100%-osan azt érzi, hogy valamit el akarnak neki adni. Úgyhogy erről nem szólhat egy podcast, és tartsuk meg a podcastnak azt a, vagy a podcast formátumnak azt a kellemes jellegét, hogy azért nagyon sok értelmiségi ember hallgatja ezt, és értékeljük azt, hogy el lehet érni ezeket az embereket, de őket csak minőségi tartalmakkal lehet megszólítani. Tehát igen, szerintem a válasz az, hogy igen, marketing csatornaként abszolút működtethető, viszont most már ugyanannyira oda kell figyelni arra, hogy minőségi tartalmat gyártsanak, mert ahhoz viszont már túl sok podcast van, hogy valaki az idejét szentelje arra, hogy egy reklámanyagot hallgasson meg. Én azt gondolom, hogy azért annyira sok podcast még nincsen, még lehet több, még nincs, azért nem egy telített piacról beszélünk, és ezért aztán nagyon sok olyan podcast indul is, ami hát nem a legjobb. Egyébként viszont egyetértek Adriánnal, a podcast formátum akár a personal brandingre, akár egy céges brandingre, illetve hagyományos értelemben vett tartalommarketing csatornaként kiváló. Mert hogy ez ugyanis arról szól, hogy valódi tartalmat adunk a hallgatónak egy márka
támogatásával, egy márka neve alatt, egy márka segítségével, és ez akkor hiteles legalábbis nekem általában, amikor ez a márka maga állítja elő a tartalmat. Tehát amikor egy tanácsadó cég tanácsadói csinálnak egy podcastot, és megmutatják, hogy ők mire jók, vagy egy adattudós csinál az adattudóskodásról podcastot, akkor ez megtörtént esetet dolgoz fel, amit mondok, akkor én felhívom őt, hogy nekem szükségem lenne egy adattudósra a cégemben. Így lett az Adatépítész Podcast megrendelője Ferenc. Szóval, hogy erre szerintem is jó, ugyanakkor, hogy Gyuri kérdésére még egy másik aspektusból is válaszoljunk, tehát hogyha én egy reklámspotot szeretnék elhelyezni podcastokban, akkor szerintem ma nem tudok elmenni egyetlen ügynökséghez, pontosabban egyetlen médiaügynökséghez sem azt kérve, hogy csináljanak nekem egy reklámkampányt egy cipőhirdetéssel, ami itt-ott és amott lemegy. Egyrészt, mert a podcastok jelentős többsége egy kicsit óckodik attól, hogy beengedjen ilyet, egyébként csak egy kicsit, nem olyan, nem, tehát azt hiszem volna az a pénz, akkor mondom így. De másrészt összességében talán még nem akkora az elérés, hogy ezt a médiaügynökségek komolyan vegyék. Meg hát még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a podcast az természeténél fogva egy nis média. Egy-egy podcast többnyire egy viszonylag szűk kört szolgál ki. Akár csak annak idején a blogok tették ezt, a blogok blogolás hőskorában. És valószínűleg ugyanabban az irányba tart a podcast világ is, mint a blogok, ami a blogokkal történt, hogy egy idő után beszippantotta a tömegmédia, és ez a blogok halálához vezetett, miközben a tömegmédia átvett egy csomó jó gyakorlatot a blogoktól, és ma nem így írna a 444, vagy nem így írna akár a Telex, nem ilyen stílusban, hogyha nem lettek volna blogok, de az a műfaj, az meghalt. Hogyha tömegmédiává tesszük a podcastokat, akkor ugyanez a sors vár rá. Én ettől féltem ezt a formátumot, és hát talán itt van az a eltérés a kettőnk véleménye között Adriánnal, és egész biztos vagyok benne, hogy Balázsék még harcosabban képviselnék azt, hogy hülyeséget beszélek, mert hogy én nagyon nem szeretném azt, hogy a podcastok reklámfelületté váljanak. Nem hiszek a reklámfinanszírozott tartalomban, ezt egyébként megmutatják a mai médiumok is. Én abban hiszek, hogyha az olvasó fizet azért, amit kap, vagy a hallgató fizet azért, amit kap. És erre is van példa, erről beszéljünk majd egy pár mondatot egy kicsit később, hogy ez hogy megy Magyarországon. Szerintem akár most. Jó, de szóval, hogy befejezzem a gondolatot, azért attól, mert nem biztos, hogy jó ötlet szőnyeget reklámozni mindenféle podcastokban egy kampány keretében. Attól még ez egy valódi marketing csatorna, egy csomó kommunikációs formának tökéletes terepe lehet. Uh-huh. Ha valaki úgy gondolja ezek után, hogy tartalom marketing csatornának használ, ami mind a ketten ebben egyetértettetek, hogy arra nagyon is jó lehet, akkor ugye az eddig elmondottak alapján egyaránt lehetősége van arra, hogy ezt ő maga előlejtse, ezt a tartalmat, vannak olyan cégek, akik szívesen segítenek a gyártásban. Miben kell még gondolkoznia? Gondolom nyilván a terjesztés még egy olyan terület, ami szempont lehet. Van egy fontos szempont, amit nem említettél még, talán az a legfontosabb, hogy témája kell legyen, tehát mondani valója kell legyen. Magától értetődőnek vettem elnézést. Sajnos ez nagyon sokszor nem magától értetődő, mert aki tudja, hogy podcastot akar, és akar indítani mondjuk egy cég nevében egy podcastot, azért az nem biztos, hogy tudja azt is, hogy de vajon miről kéne beszélni. Igen, ez így van. Ezt nap mint nap tapasztalom, és szerintem itt kell az, hogy olyan szakemberek kerüljenek erre a piacra, akik koncepciót tudnak alkotni, és tudnak segíteni abban, hogyha nincsen kreativitás a mondjuk úgy, hogy a megrendelői oldalon, de alapvetően, hát ez is egy műsorkészítési formátum, itt ki kell találni azt, hogy mi az a tartalom, amit át akarunk adni, mi az az üzenet, amit át akarunk adni, ki a célcsoportja ennek, milyen tónusban kell hozzájuk beszélni. Ez a célcsoport, ez inkább a 7 perces, vagy akár a 2,5 órás tartalmakra vevő. Milyen típusú emberek legyenek azok, akik megszólalnak? Szakértőket akarunk hívni, szórakoztatni akarunk? Hát ezt az egész műsor
formátum, koncepció kialakításánál kell szerintem ezt elkezdeni, és itt ez a lelke. Ráadásul arra is kell figyelni, hogy fenntartható legyen a működtetése. Tehát a Feriek 8 évet csinálják, mi 2,5 éve, de a 2,5 évre is azt mondom, hogy bődületes munka az, hogy ezt fent tudjuk tartani, és 2 hétről 2 hétre minden második kedden ki tudjunk jönni egy adással, amit ilyen szentként kezelünk, de hogyha nem így lenne, akkor valószínűleg nem is tudnánk tartani ezt. Tehát nagyon komoly elköteleződés kell hozzá, hogy ezt folyamatosan és hosszú távon tudja valaki csinálni. Ha nincs meg ez a kompetencia, nincs meg ez a tudás, nincs meg ez az elköteleződés házon belül, akkor lehet talán jó ezt kiszervezni valamilyen formában. Mondd, Adrián. Nem, csak még mondott a Gyuri egy-két szempontot, és gondoltam... Ezt is kérdeznék még rá, ugye, hogy nyilván több lehetőség is van erre. Ugye szóba került itt a Spotify, nyilván mindenki közé teheti a saját honlapján, tehát hogy milyen csatorna kínálatban javasolt gondolkozni a elkészült produktum terjesztése terén? Az a legjobb, hogyha aki tartalmat akar készíteni, annak van már egy elérése amúgy is. Mert sajnos olyasfajta megoldás, ami kifejezetten a podcastok terjesztésével foglalkozza, nem mondom, hogy nincs, nem igaz, iTunes az valami ilyesmi, a Spotify valami ilyesmi, de azt gondolom, hogy Magyarországon ez nem igazán működik, így nem lehet jelentős hallgatottsághoz jutni. Ha egyébként van egy portálod, van egy nagy látogatottságú Facebook oldalad, akkor az egy jó terjesztő felület lehet. Egyébként viszont az a tapasztalat, és ezt szerintem minden régebb óta jelenlévő podcaster megerősíti, Adrián is utalt rá, hogy a rendszeresség és az idő az, ami nagyon tud segíteni. Tehát, hogyha tényleg hétről hétre, vagy 2 hétről 2 hétre, 1 éven át jelentkezel tartalommal, és az jó, akkor pusztán a word of mouth, tehát a szóbeszéd, az egymásnak ajánlás fog hozni egy olyan magot, akik hallgatni fognak, de a hatodik adás az nem lesz még olyan nagyon hallgatott, ha csak nincs egy egyébként nagyon erős elérési felületed. Nyilván meg lehet próbálni rohadt sok pénzt beletolni abba, hogy az ismert kommunikációs csatornákon promózzunk egy podcastot. Valószínűleg nem éri meg. Ezzel egyetértek. Nekünk van egy zárt csoportunk a Business Boys-hoz, ahol most ilyen 2200 ember van bent körülbelül, ami egyébként önmagában szerintem egy jó marketing csatorna összegyűjteni azokat az embereket, akik érdeklődnek a tartalmunk iránt, és egy helyen tudni őket, és nekik ott kommunikálni. De hogy mi mindig megkérdezzük a csoportba belépőket, hogy honnan hallottak a podcastről, és óriási számban van egyébként azoknak a belépőknek az aránya, akik a különböző platformoknak, lásd mondjuk a Spotify vagy az iTunes az algoritmusai alapján ismerkedtek meg úgy egyáltalán a nulladik ponttól kezdve velünk, ami persze meg megint egy olyan dolog, hogy egy ilyen 22-es csapdája, mert azért lesz valaki kiemelve, mert már sokan hallgatják, azért kerül be a top lista élére, mert már sokan hallgatják. De azért az is igaz, hogy az egyes adások elnevezése például szerintem nagyon fontos. Mi mindig ügyelünk arra, hogy a kulcsszavak bekerüljenek az adásoknak a nevébe. Nyilván a borítónk is egy olyan dolog, ami egy kicsit úgy odavonza az emberek tekintetét, de hogy mi úgy adjuk meg a címeket, a leírásokat, kb. Mint hogyha sehoznánk a tartalmakat, mert hogy azért ugyanúgy a keresők ezeket a kulcsszavakra a Spotify-on vagy iTunes-on belül kidobják a tartalmakat. Úgyhogy ez nekünk egy óriási segítség, hogy ez így működik, és erre azért tudatosan oda is figyelünk, azzal együtt, hogy mindazzal, amit a Feri elmondott, mi is rendelkezünk, bár azt azért hozzáteszem, hogy mi, amikor elkezdtük, akkor nem nagyon volt olyan nagyon markáns célcsop, vagy olyan markáns közönségünk, akit azonnal be tudtunk ebbe csatornázni, úgyhogy ez egy ilyen tényleg ez a szájról szájra terjedés volt az egyik legfontosabb benne, meg hát a jó tartalmat kell adni, amit én mondjuk nem hallgatnám meg már szerintem az első adásainkat, de mindenki azt mondja, hogy még az elsők is jók, úgyhogy hosszú távon jó tartalmat kell gyártani, vagy van az alternatíva, hogy van egy marketing büdzsé arra, hogy bejárassunk egy podcastet, és akkor még végig kell tesztelni a különböző hirdetési formátumokat, hogy mi az, ami ténylegesen hallgatót tud hozni, mi az, ami ott is ragasztja a hallgatót, nem csak belefülel, hanem mondjuk valamilyen közösség alakul ki, és én annak nagyon nagy pártján állok, hogy ha már csinálunk egy podcastet, akkor gondoljunk arra is, hogy ez egy közösség is tud lenni, lehessen beszélgetni ezekkel az emberekkel, mert hogy valamiért mégiscsak azt fogják hallgatni, amit mi mondunk,
műsorkészítőként, és valamiért hallgatnak azokra a dolgokra, amit mi elmondunk, hiszen nem csatlakoznának be az adásokra, vagy két hétre a két hétre, vagy hétre a hétre. Így azért építsük fel azt a közösséget, akár 30 emberről beszélünk, akár 2300 emberről beszélünk, akik így valamilyen módon a legfontosabb hallgatók lesznek, és adjunk nekik extra tartalmakat, szerintem ez egy fontos dolog lehet, de igazából ezt elmondhatnám a blogról, bármilyen más tartalommarketing eszközről is. Nagyon köszönöm, mivel kevés időnk maradt, én azt javaslom, hogy térjünk át a kérdésekre. Még én egy mondatot szeretnék mondani, de az tényleg csak egy hosszú bővített mondat lesz, csak hiszen azt kérdezted, hogy mi is kell ahhoz, hogy az ember podcastot indítson, és egyébként azért azt szemben bármilyen más médiummal el lehet mondani, hogy a podcast készítéshez tehát elegendő egy okostelefon egy jobb fajta headsettel, azzal már el lehet kezdeni, és egy háromszereplős, viszonylag profi hangminőségű cuccot össze lehet rakni 120 ezer forintból. Ezt azért fontos tudni, mert hogy ennyi a befektetése annak, hogy technikailag minden meglegyen ahhoz, hogy podcastot gyártsunk, és terítsünk. A Spotify-nak a platformja az Anchor.fm, ami ingyenesen lehetővé teszi a készítéstől egészen a terjesztésig az összes munkafázis. Tehát, hogyha Anchor FM-re töltjük fel az egyébként a két telefonunkkal felvett podcastunkat, akkor nagyjából megérkeztünk arra a szintre, amikor már tényleg csak jó tartalmat kell csinálni. Ez bármilyen más médiafajtára nem igaz, úgyhogy én nagyon biztatok bárkit arra, hogy vágjon bele, ha egyébként mondani valója van. Szuper. Köszi szépen az infót, és akkor nézzük, hogy milyen kérdések jöttek be. Hogyan tartható fenn egy podcast csatorna, míg a YouTube számtalan alternatívát kíván, monetizáció látogatottság utáni kifizetések, addig egy podcast felület mivel támogatja a tartalomgyártást? Illetve milyen anyagi költségvetéssel járhat egy csatorna fenntartását? Mondjuk a belépő szintet szerintem épp most mondtad el, Feri, nem tudom, hogy ehhez tudtok-e még más kiegészítést tenni? Abban az esetben, hogyha valaki maga gyártja a tartalmat, minden energiát maga tesz bele, akkor szerintem az, amit a Feri elmondta, az összeg. Hogyha valaki azt mondja, hogy én nem akarok ezzel időt tölteni, csináljátok meg helyettem, akkor nagyságrendekkel, sok nagyságrenddel tud ez nőni ez a szám. És ami itt van, ez, hogy mi a podcast mivel támogatja a tartalomgyártást, hát szerintem maximum azzal, hogy a különböző algoritmusok kiemelnek, és a top listákba tesznek, de egyébként az iTunes azt rendszeresen csinálja, de az appoknál is, hogy az App Store, hogy amikor egy új podcast megjelenik, akkor ad egy ilyen nagyobb visszhangot, kiemeli az új podcasteket, ezt érdemes olyankor meglovagolni, és akkor itt vannak azok a monetizációs megoldások, amiben annyira nem mentünk bele, de a Feri már említette például azt, hogy vannak akár a Patreon, meg más PayPal-os, meg egyéb ilyen hallgatók által fenntartott formátumok, ennek meg az a kulcsa, hogy amit így szerintem említettem, hogy a közösség létrehozása és az értéknek az átadása az elkerülhetetlen, utána lehet már kérni valamilyen támogatást. Stimmel, az Anchor ad még néhány eszközt, de ezek alapvetően az angol nyelvű podcastok számára értékelhetőek, úgyhogy valóban különösebben más nem kapunk a Patreonon, vagy az Anchor saját megoldásán, monetizációs megoldásán túl. A következő kérdés, illetve volt egy előző kérdés, ami most ide került a képernyőre, szuper, igen, tehát hogyha ennyire erős a World of Mouse, akkor milyen taktika vált be nektek leginkább a szájhagyomány növelésére, vagy mit javasolnátok? Én attól tartok, hogy nincs semmi ilyen podcast-specifikus megoldás. Tehát, hogy azok a csatornák vannak, amik bármilyen más esetben is, social media, kereső marketing, kereső optimalizálás, amit Adriánnal nagyon egyetértve én is javaslok, hogy egy podcast mindig írja le, hogy mi volt az adott epizódban, az legyen valahol elérhető írott formában, hogy megtalálják a keresők. Kb. Ezek.
szoktunk azért azzal játszani, hogy megpróbáljuk jobban bevonni a közönséget, nyereményjátékokat tartunk, live-ot tartunk, Facebook csoportot hozunk létre, akkor annak van valamilyen fajta incentív, hogy aki belép, azok között sorsolunk, azok között tartjuk meg a live-ot, nekik adunk valamilyen extra tartalmat, és ezzel szépen ez így gyűrűzni tud. Ez egyébként most egy trendnek tűnik, hogy egy csomó profi háttérrel vagy gyökérből induló podcast elkezdte a közösség szervezést. Tehát amikor azt mondják, hogy van egy zárt Facebook csoport, gyertek ide, nem engedünk be akárkit, és itt bent moderált a beszélgetés, vagy mondjuk inkább, hogy moderált a hozzáférés, ez egyébként tényleg nagyságrendekkel tudja megbusztolni a hallgatói számot. Melyik fontosabb, ha muszáj lenne választani, jó tartalom vagy a jó hangminőség? Én a magam részéről a tartalomra szavazok, de hát nyilván itt ez a melyik ujjamat harapjam kategória. Én sem értem, tehát nem értem, hogy miért kell választani. Én ilyen a hangminőségnek egy ilyen nagy fannya vagyok, de hogyha választani kéne, akkor nyilván a tartalom. Abszolút egyetértek, a tartalom fontosabb. A hallgatók szempontjából is, tehát egy szarul szóló, de jól fogyasztható tartalmat azt meghallgatnak, fordítva, hát bármilyen jól is szóljon az audióban az utca, ami halálunalmas, azt sajnos nem fogják sokan hallgatni. Azt tudom, hogy azért sokaknál egy bizonyos hangminőségi szint alatti szint az akadályá válik, és azt mondják, hogy jó, ezzel nem küzdök meg. Uh-huh. És azért erre viszont érdemes ma már figyelni pontosan azért, mert hogy egyébként nem egy nagy kihívás jó hangminőséget rögzíteni, anyagilag semmi nagy kihívás. Sajnos utolsó kérdés, mert lejár az időnk. Elsősorban milyen érvekkel adnátok el egy podcast csatorna fenntartásának szükségességét a cégetek vezetőségének? Azt hiszem elhangzott már pár érv, nem tudom, hogy ki tudjátok-e még egészíteni. Szerintem ez egy nagyon jó kérdés, és releváns kérdés is. Az egyik szerintem az, hogyha ez egy niche podcast, tehát hogy egy bizonyos célközönséget ér el, akkor egy bizonyos podcastnek vagy egy cégnek nagyon nehéz megtalálni azt, hogy hol gyülekezik az a célközönség, aki neki kell, és sokszor egy podcast tud ennek a felülete lenni. És sokkal személyesebb kommunikációt engedélyez a márka és a hallgatók között, és így még ameddig mondjuk óriás plakátokon, meg tévében, meg nem tudom, ilyen push kommunikációban tart a marketing, akkor ahhoz képest ez egy drasztikus ugrás tud lenni, és sokkal jobban megismerhető a szellemisége, meg a szakértői tudása egy cégnek. Szerintem ez lehet az egyik ilyen legfontosabb érv. A másik meg az, hogy komplexitását tekintve nagyságrendekkel tud egyszerűbb lenni, mint mondjuk egy jó minőségű YouTube csatornának a fenntartása, és sokkal tud izgalmasabb lenni, mint egy blog. Minden szavad arany volt. Én sem mondtam volna másképpen. Nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek. Nekem még van két szlájdom, ahogy mondani szokták, ez itt a reklámhelye, és a webinárium végén még szoktunk egy meglepetésre jelentkezni. A részvevőknek van egy exkluzív ajánlatunk, egy órás ingyenes tartalommarketing tanácsadás, még pedig az első 5 jelentkezőnek, és erre ezen a héten péntekig lehet jelentkezni. Egyébként itt akár a képernyő tetején látható gombra kattintva, vagy később ugye a györgy.juhász@growdigital.com címre írva lehet ezt kérni, és az első 5 jelentkezőnek tudjuk nyújtani ezt a lehetőséget. Egyúttal pedig szokás szerint szeretném felhívni a figyelmet a következő webináriumunkra, mert hogy gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve heti rendszerességgel tartunk webinárt, és a következőben növekedésről lesz szó, és vendégünk lesz Kovács Edina, a PrimaNet webáruház marketing vezetője. Nagyon figyelemre méltó eredményt értek el a COVID első hulláma alatt, 2,5-szeresre nőtt a rendelés számuk ebben az időszakban, és ráadásul ez nem is csökkent olyan nagy mértékben, miután lezajlott az első hullám, mert hogy még júliusban is 1,5-szeres volt a volumen. Úgyhogy nagyon érdekes és hasznos információkkal fog szolgálni ez a webinárium is, egy hét múlva ugyanúgy megszokott időpontban, szerdán 14 órakor. Még egyszer nagyon köszönöm a vendégeknek a részvételt. A beszélgetés felvétele hamarosan elérhető lesz, és bármikor visszanézhető lesz a blogunkon, ahol készül egy összefoglaló poszt róla, és abba beágyazva megtekinthető lesz a videó felvétele.
Köszönöm a vendégeknek és a résztvevőknek is, és akkor sok sikert a podcast készítésében és hallgatásában. Köszönjük, hogy itt lehet. Sziasztok!